Szóval srácok, 2-1, méghozzá azért 2-1, hiszen a PSG múlkor a Dortmund ellen elég sok gólt szerzett, főleg Donnarumma, meg ugye ne várt, ha Donnarumma duplázott is, tehát kapásból a kapusok szereztek 3 gólt, és hát ha így jönnek a PSG lapok, akkor megnézhetnénk, hogy mit tudnak két csapat ellen, és a Liverpoolt és az Ajaxot választottam ki ellenfélül a PSG-nek. Szokásos 6 csomag, srácok, úgyhogy 3 csomag első félidő, 3 csomag második félidő. Hozzuk be az eredményjelzőt, és kezdjük is meg igazából a csomagok bontogatását. És lehet, hogy most is egy vízilabda mérkőzés lesz. Ezekkel a top class csomagokkal általában mindig vízilabda mérkőzések vannak, lehet tényleg a 4 csomagos rendszerre kéne ráállni. Van egy Jorente, PSG, megint a védekező felállás alatt a megint PSG Ferratti. 1-0, utána 2-0. Hát ez elég gyors volt. PSG nagyon bekezdett, Icardi. 3-0 a PSG-nek. Van még egy Alexandro. Gej. 4-0. Ilyen még sose volt. Szerintem ilyen még sose volt. Ennél PSG-sebb csomag nem létezhet az egész szériában. 4-0 a PSG-nek, srácok, egy csomag után. Hát konkrétan már itt nem is kellene kibontani több csomagot, mert ez így nagyon durva lesz. Hát én már félek, hogy mi fog még jönni. Liverpool kejte. 4-1, ez a durva kimondani, 4 csomag, 2 csomag után 4-1 az állás. Alonso, Nacho, Yazici. Két csillogós, Dortmund felállás, illetve Cuadrado a Juventusból. Hát szerintem a PSG már az első csomagban eldöntötte ezt a mérkőzést. Nem vártak sokáig. De hát adjunk még esélyt a Liverpoolnak meg az Ajaxnak. Hát ha valamit tudnak még alkotni. Van itt egy Ederson City, aztán egy Chelsea felállás. Utána Lille, Ajax, Martinez alatta. Ott lég a következő Ajax 4-2, 4-3. Elképesztő vízilabda meccs van, illetve McTominay még a Unitedből. Úgyhogy srácok, hát nagyon durva eredmény. 7 gól jött az első fél időben. 4-3. Még mindig nem tudom túltenni magam igazából az első csomagon, hogy ott 4 PSG gól jött. Ez egészen hihetetlen, és van még 3 csomag. Nem tudom, itt akár 15-20 gól is lehet a végén. Na de nézzük. Haaland, Dortmund, City felállás, aztán Ruben Dias City, Frenkie de Jong Barca, Navas újra, 5-3, na ez valami egészen elképesztő, nem is tudom hova tegyem hirtelen, illetve van még itt egy Jesus a Cityből, mondjuk ez meg egy kicsit ilyen City-s paklet, még ugye már Haaland a Cityben van, akkor lényegében 4 City kertet nyitottunk, de ugye csak 3-at, mert itt még Dortmundos Haaland, ez hihetetlen, 5-3 a PSG-t nem lehet megállítani, nem is tudom hova tegyem már a csomagokat. A végén nem fogunk elférni az asztalon. Ez a döbbenet. Alfonso Davies, egy United felállás. Aztán Lindelöf United, Kimmich Bayern, Schulz Dortmund, Hermoso Atletico Madrid, úgyhogy egyetlen egy csomag maradt hátra. Innen nem azt mondom, hogy nagyon nehéz, mert láthattuk, bármikor vissza lehet hozni. Főleg hazem... Na jó. Akkor Milner. Azt mondja, hogy 5-4. Perisic, Curtis Jones, így viszont már 5-5 jelenleg az állás, 3 csillogos, itt láttuk Manét, 6-5, átvette a vezetést a Liverpool-Ajax páros, de PSG felállás jön, 6-6, ez döbbenet, illetve a végén van még egy Marcelo Captain, hát ki számított erre az első csomag után, te jó Isten! PSG konkrétan elbírt két csapat ellen is. Teljesen sokban vagyok ismét, srácok. 6-6 lett, úgyhogy 4-0-ra vezetett a PSG. Ez valami egészen döbbenetes. El se tudom hinni, hogy ilyen létezik. Úgyhogy srácok, ez lett volna ez a mai 2-1 mérkőzés. Nyugodtan írjatok tippeket a komment szekcióba. És majd a legtöbb lájkot kapott megvalósítom a héten, de ez valami hihetetlen, hogy hogy alakult ez a meccs. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, találkozunk a héten egy következő videóban, vagy holnap, vagy pénteken. Úgyhogy addig is legyetek jó, sziasztok!